Gyurkovics Tamás azt mondta, hogy a szabadság szülte rend. Hogyha az megvalósul, akkor az bizonyos korlátokat szab, és nem engedi, hogy mondjuk a gonosz, a bennünk lévő gonosz vagy torz elszabaduljon. A probléma akkor van, vagy én azt látom a történelemben, meg a saját életemben is, amikor azt hisszük, hogy eljött a szabadság, és szült nekünk rendet, és aztán időközben kiderül, hogy ez mégse volt olyan szabadság, vagy mégsem olyan szabadság, tehát az általa szült rend is kicsit, mintha torz lenne. És akkor a két torz találkozik. Engem valahogy mindig izgatott az, hogy milyenek lehettek a nagyszabásúk az emberek. Egy harmadik Richard nagyszabásúk az ember volt, de megindult ellene a birnami erdő. Julius Cézár egy nagyszabásúk az ember volt, akit ha nem is idejében, de még viszonylag jókor ledöfött Brutus. Mi van a kisszabású gazemberekkel? Azok az igazán veszélyesek számomra. A kisszabású gazember ugyanis nem tudja magáról, hogy gazember. Nem döntötte el York napsütése kapcsán, mint harmadik Richard. Nem eldöntött, hanem belesodródik, és kisszabású gazemberként nem is ismeri föl, hogy ő gazember. És mintha ők vinnék előre a történelmet, ők élnek körülöttünk. Egyre többször látom azt, hogy ők vezetnek, ők irányítanak. Extrém történelmi körülmények között kivált kép, de nem is annyira extrém körülmények között is képesek a kisszabású gazemberek átvenni a hatalmat. És akkor sok-sok torzulás adódik össze. Mengele számomra egy kisszabású gazember, amivel nem a gazemberségét kicsinyítem, hanem a formátumát. Ez a regény nekem többek között, és a mi előadásunk is remélem erről szól, hogy milyen egy kisszabású gazember. Aki hatalomhoz jut, több százezer embert pusztít el, és közben fölmenti önmagát. És nem úgy menti fel önmagát, hogy végig gondolja, mentségeket keres, teljesen természetes neki az önmaga felmentése. Végig se kell gondolja. Neki ez a természetes. Ő benne föl sem merül, hogy bűnt követhetett el. Azért nagyon szeretem ezt a regényt, mert a regény lapjairól a félelem szaga is átjön, amikor erődít, mint épít egy erdőszéli kunyhóból. És ekközben a félelem közepette is csak az bántja, hogy megfosztják a doktori címétől őt, ahelyett, hogy Nobel-díjat kapna. Az izgat engem, hogy megmutatni egy olyan szörnyeteget, aki egyébként minden emberi paraméterében olyan, mint a minket körülvevő emberek. Kicsit középszerű, kicsit narcisztikus, kicsit tehetségtelen, de nagyon akar, nagyra tör, elismerésre vágyik. Csupa olyan, amit mindannyiunkról elmondhatunk.